Szevasztok, ez itt a Terapeuta Vlog, és a mai napon foglalkozzunk a magyar underground és a mainstream rap zenével. Most van... Basszus, nincs is órám. De mondjuk, hogyha lenne egy óra szponzorom, akkor be tudnám mutatni a videóba. Az órájukat helyette ez lesz most. Most van 2017 április, jól láthatóan, és azt gondolom, hogy ma beszélhetünk arról, hogy nem létezik magyar underground és magyar mainstream rap, pusztán jó vagy rossz rap zene. És hogy miért mondom ezt? Hallgass végig a műsort, és utána kommentelj be, hogy mekkora gyökér vagyok, vagy érts velem együtt. Többféle módon szoktátok csoportosítani, ki az, aki underground, és ki az, aki mainstream. Az első csoport az az, hogy ki az, aki pénzt keres vele, és pénzt szeretne keresni a repzenével. Szerintem, a pénzt szeretne keresni a repzenével, abban gyakorlatilag a repelődő 90%-a belefér, mondjuk legyen egy 10%, aki valóban nem célja az, hogy pénzt keressen ezzel. De hogyha mondjuk te pénzt keresel ezzel, mert mondjuk elmész fellépni x ezer forintért, vagy mondjuk szerepelsz bármilyen olyan promóciós helyszínen, ahol te pénzt kapsz azért, hogy megjelensz, vagy csak mondjuk elmész kettősért rappelni a 12-es számú kőbányai italkimérő egységbe, és ott kapsz kettősört azért, mert elrappeltél 5 számot, hát az is kérem szépen fizetés azért, hogy te rappelsz. Szóval itt gyakorlatilag meg is bukik az egész, és nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenki ide tartozik ebbe a kategóriába. Aztán a másik az az, hogy aki már megy a tévébe vagy rádióba, az ugyan már nem underground, hanem mainstream. Na hát akkor most ennél a pontnál gondoljatok bele, hogy hány száz rapperből vagy rap csapatból csináltam én azáltal mondjuk mainstream rappelőadót vagy rappelőadókat, hogy megjelentek a Rap Terápia című műsorba. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a pont ismét keresztül húzza a számításokat. Aztán még jóval korábban volt egy olyan nézőpont, miszerint az az underground, akinek nincsen kiadója, és az a mainstream, akinek van kiadója. Ez korábban meg is állta talán a helyét, mégpedig olyan szempontból, hogy akinek volt kiadója, annak fizették a videoklipet, szereztek neki fellépési lehetőséget, és nagyon komoly pozícióban lévő emberek ismertek nagyon komoly pozícióban lévő embereket, és ezáltal mondjuk könnyű volt bekerülni zenetévébe, könnyű volt bekerülni rádiócsatornára. Tehát akik ebben a kategóriában vannak, azokat nyugodtan nevezhetünk mainstreamnek, és undergroundnak pedig mindazt a sok-sok MC-t, akinek nem volt lehetősége leszerződni egy céggel, és nyilván akkoriban nem volt olyan könnyű terjeszteni a zenét, mint most, nyilván lemezt kellett kiadni, kazettát kellett kiadni, akkor nem volt olyan könnyű stúdióba elmenni, nemhogy aztán házi vagy home stúdiót összehozni, mert akkoriban a technikai eszközök ezt nem adták meg, de nem volt arra lehetőség, hogy megoldható legyen bárki számára. Most mind a terjesztés, mind a marketing, mind a promóció, nemhogy a keverés és a master, meg minden egyéb. Aztán van még egy nézőpont, amit én igazából le is tudok fogadni, hogyha valaki így gondolkodik, hogy az az underground és az a mainstream közötti különbség, amit Artos Csabi fogalmazott meg az egyik Rap Terápiában, hogy addig underground valaki, amíg azt csinálja, amit akar. Most innentől kezdve gyakorlatilag minden magyar rappelőadót hívhatunk underground-nak. Szerintem mindenki azt csinálja, amit akar. Nagyon sokan vannak, akik megváltoztatták a zenei stílusukat, a zenéiségüket azért, hogy több emberhez érjenek el. De ugyanakkor ez a saját döntésük volt. Nem volt rajtuk egy kiadó nyomás, nincs egy menedzser, aki megmondja, hogy hogy kell csinálni, hanem pusztán arról van szó, hogy ők szeretnének valami más csinálni, és innentől kezdve, mivel ez a szabad akaratuk, ezért ők továbbra is undergroundok. Nevezzük meg konkrétumokat. Mondjuk ott van a BSV, aki egészen más zenei irányzatot követ, mint most, mint mondjuk a Picsa LP-n, vagy akár még a Rapstar lemezen is. Az amíg bíromhoz képest is szerintem meg fog változni, még inkább popposabb lesz a zenéjük. Van, akinek ez tetszik, van, akinek nem. Nekem ezzel semmi bajom, hogy ők megváltoztatják a zenéiségüket, de ettől ők nem lesznek mainstream előadók. Van, akik mondjuk SM-et mainstream előadónak tartják. Hát szerintem SM pont az, aki mindent úgy csinál, hogy ő akar, és ebbe senki nem szól vele. Aztán nézzük, kit nézzük épp, amíg Mr. Basta. Bastát is nagyon sokan mainstream-nek tartjátok, mert hogy sok lóvét keres ezzel a sztorival, de hát erről beszéltünk, hogy nem erről szól, és ő ettől függetlenül azt csinál, amit akar szerintem továbbra is. Aztán ki szokott még lenni? Ja igen, fantasztikus, akire mindig mondjátok, hogy nagyon underground. Hát undergroundnak nyugodtan lehet undergroundnak nevezni, mert tovább is azt csinálja, amit akar. És hogyha meg azt nézzük, a korábban ebben a kategóriás felállításokban, akkor ő mainstream volt, mert a Basztával együtt ugye ki
a Kamikaze formációjuk, az egy kiadó által támogatott rap formáció volt, mégsem gondolja senki, hogy akkor ez egy ilyen nagyon ördögtől való dolog volt. Én azt gondolom, hogy ma 2017 áprilisában egyértelműen csak két kategória közül lehet választani. Az egyik az az, hogy jó rap zene, vagy rossz rap zene. És hogyha így gondolkoznánk, akkor nem jönnénk azzal az underground dumával, meg hogy jaj, megváltoztál, meg hogy jaj, a régi BSV, meg a régi előadó, meg tök mindegy, a régi éned, meg a régi DSP, meg úristen, ki tudja, a régi Rikó. Tehát annyi skatujától tudnánk megszabadulni, hogy onnantól kezdve tényleg a tájból beszélni. Az aktuális adotta jó, vagy nem jó. Ha jó, akkor ezért jó, ha meg rossz, akkor azért rossz. Sokkal beljebb lennénk. Szerintem 2017-ben nem lehet underground vagy mainstream rapzenéről beszélgetni, ezt továbbra is állítom. Írjátok meg a véleményeteket oldalán, nagyon kíváncsi vagyok, hogy látjátok ezt a dolgot, és itt a végén fölé felmondanék 5 nevet, hogy írjátok meg, hogy szerintetek underground vagy mainstream, bár szerintem teljesen mindegy ez a kategória, de tényleg írjátok meg. 1-es Mikey Mikenik, 2-es Digo, 3-as Sziszka Pinucci, 4-es Fantasztikus, 5-ös DSP. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg odalán. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, osszátok meg a spanokkal, hogy ők is lássák, hogy óra szponzor kéne. Legközelebb találkozunk, én Bíró Dávid voltam, további szép napot mindenkinek, sziasztok!